ez a Tour de Lángos mini verziója, amit látszik a bandatagok láthatatlan üzemmódba váltottak. Na állj urai, most indulunk Fehérvárról. Mit mondjak? Korán van még ez. Még van egy kis dolgunk, megyünk castingra. A Bencén ezért van ilyen meleg póló, mert ő lesz ma a nő. Itt vagyunk Tível és öcsémmel, és így egy egyszerű nagy piramis tetejére mászunk fel. És nem tudom, mennyire látszik így a domb. Hát semennyire kamerán. De így értek el, hogy kiszakad a tüdőm meg a szívem. Ja, és még itt fel kell menni. Mondd azt, hogy nem. De. Amúgy tök fasza lesz TSS a koncert. Bár a túlélem még ezt a hegy mellett, nem mondták, hogy túrázni is kell menni. De sportoljatok, az a lényeg, és akkor bírja a tüdőtök. Meg ilyen. Most itt vagyunk T-nél, cukor nélkül filterrel, itt vagyunk T-A-nál. Most mit csinálunk? Játszunk. Kérdőjel. Építettünk ide egy ilyen mágia rakást. Úgyhogy Bence, légy szíves, húzzál egyet. De bonyolult fog. Mi van ráírva? Meleg vagy? A zöld szemüvek isznak. Kérdőjel, ez zöld a szemüvek. És mi a? Kérlek a szememben, már fogd meg! Hát ezt beszoptad, barátom. De annyira nem itt is ennyi. Ki tudod bontani? Nem. Én kitettem. Tényleg? Újjá. Te ezt az egész TSM videóban, jó? Hogy itt ülsz? Láttátok azt a módot? Mögötted van egy poszter, így mutass. Még nem tudtam, hogy ilyen hidegben is vannak szúnyogok. Sziasztok, Rejé vagyok, itt vagyunk T.A.-nál. Feljöttünk 67 darab lépcsőfokot Budának a legnagyobb geci nagy tetejére. Nagyon jó hely, de nagyon jó vendéglátunk van, pálinka, meg kóla, meg sör, meg játék, meg minden jó dolog. Mindjárt indulunk az S8 klubba bulizni egyet, én készülődök, mondjuk azt. Amúgy tök heteró parti lesz. Esküszöm. Hogy ez mind a Bencének az utca. Csak felpróbáltam. Átszállunk a hálói The next station is Botanical. Changing the course of Berlin H5. Itt vagyunk a nem tudom hányos metrón. Öcsémre rájött a Security. Most Security-snek, most ezt képzeli. Azt hiszem, hogy GTA-ban van. Nagyon ijesztő és izmos. Bezsikbadt a kezem. Azt nézd. Kellene menni a sírjét, a francos gitár kellene engedik itt a... Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! Sziasztok! Pino! Itt vagyunk az S8 Underground klubba, itt állok benne a sarokba, és a többiek pedig pakolnak, így mutatom. Mindenki... Jó lesz ez. Bánatot, hogy nem jöttél el a fucking Junobis térkomis lángos. Lájkoljatok, osztatok. Zsolt is azt mondja. Nem bírnál ki videó nélkül. Egy percig nem bírja ki ide videózni. Mennyi faszom a videózni? Pedig pont mondtuk, hogy milyen jó... Hol a kamera? Már hiányoltam. Pedig pont mondtuk, hogy milyen jó úgy felutazni, hogy nem... Ezért nincs benne az arcodban a kamera, hát tessék, bazd meg. Itt benne. Tour de Lángos 9. Nem baj, legalább egy jót nevettünk. Hát bazd, hogy én ezen nem na szóval valljuk be, azért ezért érdemes zenélni, mindenki tudja. Kezdjétek el, csináljátok, nagyon jó lehet melegedni Budapesten, vagy bármelyik nagyobb városba, faluba. De az majd egy, a nagyon jó lesz melegedni, az a YouPornon lesz, úgyhogy ezt... Gay porn.
ebből nem lesz semmi, tehát ebből nem lesz Tour de Lángos, de. Úgy érzem. Ez megint ilyen... Ez ilyen... a Tour de Lángos 9, 10, nem tudom... Figyeld meg, hogy lesz. Mondom, hogy idejétek, már felvették a felét. Az... De hát minden használhatat... Felvettük. Most nézem, Zsolt, így fényben mekkora hajad van most? Mekkora, mi? Hát nem, eldobták a tévét. Hát legalább a hajad megy, hát legalább valami. Nekem legalább nő a hajad. Most mi még van haj? Nem értett az összefüggés, hogy a hajad, hát eldobták a tévét. Nincs még van haj, bár meg. Ennyi. Szóval tömören mindenkinek az arc kifejezéséről el lehet mondani, mekkora buli volt itt. Meg még mindig tart, főleg a Zsolti az, aki elég dráma jön elő tudja adni ezt a hangulatot. Fáraj körbe, hogy milyen a buli. Vagyok. Ahhoz képest meg amúgy kurva higgadt vagyok, már ilyenkor kiszoktam borulni. Így mulat a nép. Ennyien vannak, de megnyugtatunk mindenkit, nem csak rajtunk, úgy általában. Köszönjük szépen, érőzene. Nem akarunk amúgy DJ-k lenni így fejénként. Nem akarunk inkább legközelebb egy CD-t elküldeni. Amúgy meg fázok, hát hova kell rá kell feküdni, hogy melege legyen kávé, az embernek? Kávé. Bocsánat, elnézést. Gyere, feküdj rám, hogy meleged lesz. Hát azt nem hiszem. Én igen. Vagy ez nem az a fajta meleg, amire én vágyok. Az öcsédben az meg az vagy kurva gazdag lesz. Hát, vagy egy hát biztos, az elbaszott befut. Kurva csöves lesz. Tudj, de kibaszott rockstar ez a két végzet. Én az elbaszott kurva csövesre szavazok személy szerint. Nem mondom, hogy ez ilyen kinyilatkozó. Most is jövett az a nővel, nem? Alakulhat akárhogy a dolog, de én a csövesre szavazok. Csövesnek is lehet nője. Mi fogunk San Diego-ba recskázni mesztelenül egyéb na, szóval így összegezve. Kibaszott életművész. Ilyen egy nagy buli. Tele van a pult. Erre vártunk egész héten. Őrjöngenek. 2015 így indul. Geci jó. Jéééé! Most hülye voltál, kifújtad magadba az összes meleget ezzel a jéppel. Sziasztok, TSF-nak, itt vagyok, jelen. Vannak olyan koncertek, mikor nem kívánjuk még nektek, hogy legyetek ott. Szépen fogalmaztam és populárisan. Azt akartam mondani, hogy itt ülünk a vonaton, Schwarzberg kb. Van 43 darab fok, így pluszba, és szarrá izzadok, egy kurva pólóban, minden bajom van már. És mutatnám Mátyás kollégát, aki téli sapkába, téli kabátba megszámolta, 7 réteg ruhába ül, 7 réteg felső van csak rajta. Pulcsi, póló, trikó, ing, overall, sí, szánkós, sál, minden lófasz. Mondjuk az ést is odabasz. De szintén ő is a több rétegből jött. Igen. Egyszerűen olyan kurva meleg van, srácok, hogy ezt nem lehet bírni. Istinek most valami idegrángása volt, szerintem meghalt. Isti! Isti! Az, hogy mit csinálsz? Isti! Hello Zsolti, te szereted ezt a kamerát? Én imádom ezt a kamerát. Ennek mindig elő kell lennie, mindig reggel. Mindig jó hangulatban. Ja, bocsánat, nem azért mondtam. Tedd már ezt a post. Nem bártasi volt. Zsolti, amit szeretsz szopni. Na most is azon vagyok, nem látom. Ugye Zsolti? Az a kurva kamera meg mindig megy, bazd meg. Milyen volt az este, Zsolti? A koncertet hogy tudnád értékelni? A közönséget, a hangulatot, ezt a fenomenális gitártudásodat, amit tanultál az évek alatt? Fenomenális volt az egész. Kurva jó volt. Nem volt benne szopás. Ezért élsz, ugye? Én ezért. Értem. Van még valami mondatod, vagy szeretni aludni? Ezt a szart. Igen. Amit tudtunk, megtettünk, de a végeredmény mégse az lett, amire számítottunk. De jobb lett? Ettől függetlenül a hangulat pótolhatatlan, egyszerű és megismételhetetlen szerintem. Vannak nagyon jó próbatermek, én úgy gondolom, ahol nagyon jól zenélhet az ember, hasonló sikerekkel, és kitartást kívánok mindenkinek.
Ennyit szerettem volna, köszönöm. De kit anyája ez a nyárfás, nem hallik be a kurjantás. De legalább a Zsolti na, legalább tudja. Zsoltival beszélünk addig, mivel azt mondta az. Mai este legnevezetesebb, legjobb pontját és a legmélyebb, legkellemetlenebb pontját kérdezem tőled, hogy nevezd meg. Ma este legjobb pontja az volt, mikor végre 2015-ben is színpadra léphettünk, aztán ezzel véget is ért ez a legjobb pont. Összességében tök jó volt az este, örültük, hogy ott lettünk, meg jó volt. Kicsit volt így az anyagi részében egy kis csúszás, amit így mondjuk úgy, hogy megoldottunk, mert állítólag félrebeszéltek mellettünk, de mi kurvára emlékeztünk rá. Na mindegy, az anyagi része esztetiket kurvára nem érdekel, meg ez a videó sem fog érdekelni. Nem, mert ez minket érdekel, mert minket csak a pénz érdekel. Így van. Azért csináljuk. Pénzért csináljuk, mert amúgy geci sokat keresünk vele, és most mehetnénk kis busszal, vagy autóval, vagy bármi, de inkább vettünk egy vonatot. Tavaly szilveszteri maratonkeresei, meg az ilyen fellépésekből összeköltek. De szerintem megérte. De szerintem megérte, baszkál. Most nézzetek körül. Ez mind a miénk. Érted? Hát jó, áfát nem fizettünk rá, de na hát. Amúgy repülőt vettünk volna, csak most ha elmegyünk, érted, Habára fellépni, mire felszállod, ide leszállhatunk. Szóval egy kifutó pályán el kellett volna. Na, ha visszatérve a koncertre, amúgy szerintem annyira nem volt rossz, kicsit azért csalódtunk, és én csalódtam magamba, főleg akkor, amikor elment a hangom a harmadik szám után, és nem tudtam, mi a fasz csinálják magammal, úgyhogy ezt így én beszoptam, és a 18 számos tracklistből lett egy 5 számos, na jó, nem, játszottunk 8 számot vagy 9-et, összvisz. Volt annyi, ja. A kötelezőt elnyomtuk, amiért jöttünk, hát végülis most ezért fizetnek, bassz meg, hát. Azt mondták, hogy jöjjünk le zenén egy kicsit. Ebből van mindez, amit itt láttok. Kis pénzért, most mondják, fizetnek rendesen, akkor nekem sem megy el hangom a harmadik szám után, most ez egy ilyen dolog. Nem, Zsolti? Uh-huh. Összezenekarra jóba vagyunk, mert szoktuk őket segíteni anyagilag. Szeretnénk nyugodtan hazamenni pihenni, velünk nagyon sokat kivesz egy ilyen koncert.